I will speak about a little the instrument, the Hungarian cymbalom is a very special Hungarian instrument because 1874 one Hungarian man made this big shunda, kind of shunda cymbalom with pedal and legs. Tehát 1874-ben Magyarországon Budapesten Sunda Bencel József föltalálta ezt a lábakon álló pedálos cymbalmot. Addig ez nem ilyen volt, a cymbalom mindig egy kis hordozható hangszer volt, ugye sokan láttak talán régebben, vagy olyan filmeken, amikor a cymbalmos a nyakában viszi a cymbalmat, vagy leteszik egy hordóra. Az egy kis cymbalom volt, pedál húrfogó nélkül, lábak nélkül, csak zúgott a hangszer, tehát nem lehetett rajta elkülöníteni a hangokat és a hangsorokat, az akkordokat. Azonban 1874 után ez a hangszer ez elterjedt az egész Kárpát-medencében, és nem csak a Kárpát-medencében, hanem azon túl is. Többek között hát a világ bármelyik pontját említhetném, de itt azért a Kárpát-medencén és a környékén nagyon jelentősé vált. Bulgáriában is van, Romániában is, cseheknél, szlovákoknál, ukránoknál is megtaláljuk ezt a hangszert, tehát a magyar cymbalom. Tehát azt a kialakítást, amit a Sunda Bence talált föl. És hát mindenütt játsszák rajta a saját zenéjüket. Én most egy-két dallamot szeretnék Nyugat-Dunántúlról, ahol Tendől Pál volt egy híres cimbalmos, falusi cimbalmos volt, ő népzenét játszott. Ő volt a prímás a cimbalmával a zenekarban. Tehát nem csak a hegedűs lehet a prímás, vagy klarnétos, vagy bárki, hanem bárki, aki dallamot játszik, az viszi a prímet. Mint a házasságban, ugye, hogy kiviszi a prémet, vagy a kalapot, ki van. És Tendel, I will play some melody from West Hungary, near from Sopron. There was a great cymbalist, Paul Tendel. És we will play some old melodies like Rákóczi tunes, and Dance with Pillow, Jumping Dance, Sneezing Csárdás, and very fast csárdás. Tehát a Pali bácsi, ugye Lajta László gyűjtötte föl az ő muzsikáját, kiadták lemezen és könyvben is, úgyhogy most már az akadémiában népzenei tanszak, és ott lehet tanulni cimbalmat és sok minden mást, éneket, mindenféle hangszert, tud a citera, hegedű, brácsa, bőgő, tehát bármilyen népi hangszert, és most már ugye a fiatalok tanulhatják ezt a hagyományos, régi, több száz éves muzsikát, akár kézből vagy fülből is. Fogok játszani először egy ilyen nagyon szép lassú meditációs darabot, utána egy Rákóczi keservest, utána párnás tánc, ugrós tánc, tüsszentős csárdás és friss csárdás.